Köszönöm, M3 Autópark. Szokás szerint egy autó bemutatót szeretnénk így összehozni hirtelennyiben. Egy Renault Twingo lenne az a szerkezet, amit szeretnénk ugye közelebbről megvizsgálgatni, ami természetesen könnyedén és szépen indul, jó aksi van benne, és légzsákos kormánya van ennek is autónak. De mit is nézegetünk, ugye kis színes a kis belseje, ez egy Renault Twingo, ez a kis járgány, amiben jó sok extra van, például tükrök, ablakok, centrálzár, szervokormány, két légzsák, infrás kulcsocskája van neki, gyári zene, meglévő összes dokumentáció, és egy nem véletlenül jó kis autó, egész fiatal darab, 2002-es a Twingo közül, 2016 8. hóig műszaki vizsgával, szép az a plüskárpitozás, és van egy fantasztikus tető itt a fejünk fölött, ez egy ilyen rolóval elhúzható, vonható dolog, és így lehet igazából kellemes kabriós csodát kialakítani benne. Én is rögtön barátaimmal ugye beültünk ide az autóba, ők rögtön ki is dugták a fejüket, ott fönt van Concerto, Peti és Feri is, úgyhogy igen, vidáman hasítottunk a szélben ezzel a kis autóval, hiszen elég jól megy, 75 lóerős ez a kis 16 szelepes motor benne, igen, csendesen jár benne a moci, van akit elől még kötfényszórók is, amik úgy feldobják még a hangulatot, ugye főképpen majd, hogyha jön a ködös, esős, havas idő, akkor majd ez jól jön. Az üvegezéssel hővédő, azaz nem fog benne megsülni, hogyha majd leruccanunk az aranypartra. Itt hátul pedig a csomagtere az egy szerintem kis autóhoz képest egész kellemes, illetve még bővíthető ez a sínen szaladhat, futtatható kis ülés, összeborogatható, és lehet belőle csinálni még nagyobb terű kis autót, illetve nagy autó lesz már akkor belőle. Úgyhogy várjuk az érdeklődőket, gyertek be hozzánk itt az M3 autóparkba, lehet tesztelni, ki lehet dugni a fejünket nekünk is. A viszontlátásra!